Sziasztok, itt Sindakvi Headquarters, és most Jújú csatákkal fogok nektek jönni, mert egy, mert rég volt ilyen videó, kettő, mert ez a kedvenc formátumom, és három, mert szomorú vagyok, hogy így ennyire leégtem az Omikron nászlákkal. Írtátok, tudom az Omikron nászlákra, hogy folytassam. Én viszont azonban az Omikronhoz még egy ideig nem akarok nyúlni, mert nagyon leégetett. Ezért elhatároztam, hogy nem folytatni fogom, hanem mivel eddig csak három rész volt, előről kezdeni inkább az egészet. Közben az ellenfelem tímje egy Houndour, vagy Houndoom, Toxic Rock, Whimsicott, Bronzong, Celebrants, Mammoth, Swine. Most már eléggé nagy szinteken vagyok, tehát viszonylag jó ellenfeleim lesznek. És én egy Empoleonnal fogok kezdeni. Empoleont nagyon nem bírják megölni, esetleg egy fizikai Salamence. Na, ez a lehető legjobb nekem. Nem feltétlenül ez a legjobb, viszont egy Skaldal bepróbálkozok. Ez bepredikteltem. Na, ez egyértelműen nem jó matchup az én részemről. Tudja, hogy valami Dream Punch az kinéz, és erre van nekem itt Arcanine, gyönyörűen. De szép, gyönyörű, ott is már Rocky Helmet szépségem. És biztonságosan betolhatok egy Willow Wispet, csak a Houndoom jöhet be rá, de nem hiszem, hogy befog igazából, mert az a Mega Pokémonja, mert más nem lehet Mega Pokémon, tehát ez egy Mega Houndoom. Ő még nem tudja az én Megámat, ezért addig még próbálom nem is kijátszani. Ezt a Toxic Rookot mindenféleképpen meg kell ölnöm, hogyha nyerni akarok, de behozza a Flash Fire Houndoomját. Viszont ez innentől még nem nagy gond, mert itt van nekem Empoleon, ami teljesen üti az ő Houndoomját, és Scooby-Doom még így is nagyon üt. Ezt Teatrakot felrakok szerintem a pályára, mert Nestiplot után se fog megölni, viszont én a Skaldal megölöm. De megöl a Fire Blast-tel, úha! Na, erre nem számítottam, bevallom. Viszont 361 a speedje. 361 speed az nem annyi, mint a 372 speed, ez tény. Viszont 360, tehát összesen van nála három gyorsabb Pokémonom, mert Sharpedo az gyorsabb lesz nála egy darab Protect után. Most úgy érezheti, hogy gyorsabb nála, ezért valószínűleg nem fogja lecserélni az ő Scooby-Doomját, de a Toxic Rookot mindenféleképpen ki kell nyírnom a Sharpedo Sweephez. Tehát amíg Toxic Rook van, addig nincs Sharpedo Sweep. És le is cserélte. Így viszont nem vagyok benne biztos, hogy megéri-e nekem most lecserélnem Sharpedo-t. Szerintem nem biztos, hogy meg tud ölni, viszont az Ice Fang az nagyon veszélyes, nem hiszel! És defoggal eltünteti. Most már tudja, mire készülök. Viszont eltüntette a köveimet, ami nem jó. Mert így Houndoom meg, hogy hívják ezt, Mamoswine eléggé jól tud védekezni. Ráadásul Leftovers-szel visszatöltette még a Salamence-nek az életét. Ez mekkora volt az a miss. Ez nagyon sokat számított. 95% hogy betalál, és ez 5% jött be. Na jó, mindegy. És kettő egymás utáni miss. Hanyagoljuk már a témát. Oké, most már át kell alakítanom megállva. Előtte azonban még egy Protect. Át kell alakítanom megállva, mert a képessége ad egy kis bónuszt az Ice Fangre. És így már nincs vánsát. Viszont ott a flinch, ez visszajött. Visszajött, hál' Istennek. Nagyon jó. Sharpedo. Sikeresen elintézted ezt a
Salamence-et, úristenem, de kellett az. Na és akkor erről beszéltem. Vele nem tudok mit kezdeni Sharpedo-val, viszont Sharpedo így már Speed Boost nélkül viszonylag használhatatlan. De. Nem tudom, mire készül. Gangshot, az igen. És be is jön neki a mérgezés. Viszont a flamethrowerrel kicsit leszedem. De a következő gangshot nem öl meg, oké? Okay? Egy Morning Sun. Úha, így nagyon jó. Morning Sun, gyönyörű. Na most nem tudom, hogy a Handu mellett mit kezdjek, szóval a Dragon Pulse. Alakazam még mindig gyorsabb, ezt jegyezzük csak meg. Hogy Alakazam még mindig gyorsabb. Innentől kezdve Houndoom kicsinál, ez biztos. Ki is csinált. Egy esélyünk van, Alakazamot behozzuk, és Dazzling Gleam. Dazzling Gleam még Toxic Rockot is kinyírja, szóval most nagyon nem tudja becserélni. Viszont ugye becserélte gyönyörűen ezt a metás sörtöt. Na, Alakazamnak el kell menekülnie, mert ez egy Life Orb Alakazam, tehát tuti meghalna. Van még esélyem, és pici, úha. Jó, ez Alakazamra nem gond. Toxic Spike-okat fölpakolok. És bár igaz, hogy a Toxic Rock-kal el tudja tüntetni, de minek hozná be Toxic Rock-ot, amikor azt Earth Power-rel nagyon kiintézem. Nidoqueen-nel. Hiszen Nidoqueen-nek nincs több minden, amivel hozzáérhet, ezért Sceptile-t behozom. Sceptile az egyetlen egy, aki talán el tudja ezeket viselni. Most arra gondolok, hogy... Basszus, nem ezt kellett volna. Nem arról kellett volna kattintani. Na mindegy. Innentől kezdve nyert. De azért, még Sharpedo-val próbálkozhatok, egy igényes kis crunchot. Hát ha a Toxic Rockot behozza. Közben kérdezve Dragon Tail, én meg írom neki, hogy Roar. És behozza a Toxic Rockot okosan, viszont emiatt meg is hal. Itt Sharpedo-nak már van két kije, de nagyon rossz helyzetben vagyunk. Egy Ice Shard-dal el fog minket intézni, viszont protectelünk azért, hogy hát hogyha Choice Band. Vagy ha Choice Band, akkor még lehet esélyünk. Csak az a baj, nincs ellene semmim. Nincs ellene semmim. Psyshockkal próbálkozok, viszont. Buktuk, föl is adjuk. Következő csata jöhet. Amúgy jó ez a team, mert már elég konkrét szintre elmentem vele. És az ellenfelemnél van Slurpuff. Na, azt nem szeretem. Van Suicune, az igazából annyira nem gond. Van, gondolom, ez Sableye. Meg a Aerodactyl. Hát, azt se szeretem. Gavantyulával fog kezdeni. Emiatt Gavantyulával kezd, mi berakjuk Arcanine-t. Igen, ez egyértelmű, és a Flamethrowerrel nem is szórakozunk. Nem Flamethrower. Így egyenesbe. Ő valószínűleg egy Sticky Webbet föl fog tenni, mert fókuszes Galvantula. Csak arra nem számít, hogy nekünk van egy Defoggerünk, aki alapból lassú, tehát neki mindegy a speed, de jó lett volna amúgy az égés. Nem mellesleg. És mivel itt még cserélhet, ezért inkább jobb megoldás. Jobb megoldás a Willowwiz. Főleg, hogyha Slurpuff-lat cserél, így is jó, a Sableye-t mindig jó megégetni. Rendben. Folytassuk az offenzívát egy nagyon igényes flamethrowerrel, és ebből kiderül számomra, hogy ez egy fizikai védő Sableye, legalábbis nekem nagyon annak néz ki, prankster képességgel, tehát most recover-ölni fog, 100-ból 200-szor, és nekünk itt a gyönyörű lehetőségünk, hogy fogjuk és eltüntessük ezt a sticky webet innen. Defog. És hogyha utána sikerülne fölrakni a stealth rákot, akkor Gavantyula nem is tudna bejönni gyakorlatilag, anélkül,
hogy meghalna, tehát nem tudna újra felrakni a sticky webet, ami nagyon köcsög az én tímemnek, bár azért Sharpedo azt tudja kompenzálni. A Nakoffa semmire nem megy igazából, mert Empoleon el is érte a célját ezzel. Megtarthatnám, csak igazából nincsen speciális támadója Galvantulán és Suicunon kívül, de Suicun inkább falnak van, és arra nekem ott van Sceptile. Szóval Empoleonnak innentől kezdve haszna nagyon nincs, ezért próbálok minél több damage-et okozni ennek a Sableye-nak, ami most egyértelmű ugye, hogy recover-ölni fog. És ha ő recover-öl, akkor én tovább skaldolok, hát hogyha egy kritikust kap, vagy valami esetleg, mert a burn az viszi le. Recover az egyértelmű volt, én a Scald-dal megtámadom, úgy van, és bruttó, hát fene se tudja, talán ugyanannyi életben maradtunk. Most próbáljunk egy Flash Cannon-t, hát hogyha az jobb, mert annak van esélye csökkentenie, hát kicsivel több élete lesz mindig. Így kell meghalnom, az biztos, azt tudja, hogy így kéne meghalnom, nem igaz. A knockoff az egyetlen egy offenzív mozdulata, és recovert használ természetesen, viszont a confusionnek vége, és a scald beütés egy nagyon jó 60%-os scaldot sikerült alkossak, ezt nem tudom, hogy. Eddig a scald, Freshken volt 41, 42 volt a scald, és ez nem is volt kritikus, szóval ez a damage roll jelenségnek hívják. Na és akkor behozom Alakazamot, neki van Dazzling Gleamje, és gyorsabb egyértelmű a Sableye-nál, hogyha ő Nakoffot akarna használni. Will-O-Wisp-nek nem lenne értelme a Magic Guardon miatt, szóval csak a Confuse Ray-ben bízhat, és abban merőben bízott is. Azért, szóval kétszer egymás után abban bízni már hülyeség, és Alakazam kinyírta a Sableye-t, egy-egy kill van igazából mindkét oldalon, viszont neki gyakorlatilag kettő, mert nem tudom, hogy tudná eltüntetni a... köveket, ha csak nincsen a Mega Aerodactylján defog, mert azon persze lehet. Arcanine-t behozzuk Kingdellen, nem a legjobb matchup, de az Intimidate az mindig jól jön, és Agility az takarodjon is el. Will-O-Wisp-et azért használok el rajta, sőt, nem is ez kellett volna, pláne, hogy ez egy spec Kingdra. Basszus, benéztem. Mindegy, jön be Sceptile. Sceptile azért van itt, igényesen, hogy elintézze ezeket, ja, se. Fogja és roar. Ez az egyetlen megoldás. Ice-beamet talán túlélek, talán. Mert az előző is egy kritikus volt, mondjuk egy Arcanine-on. Hát a Kingdrától félni kell, bizony ettől nagyon félni kell. Alapvetően pedig nem is lenne olyan gyors ez a Kingdra. Bár sajnos gyorsabb, mint a Sharpedo, szóval nem lehet benne bízni, hogy gyorsabb leszek nála. És Kingdra Draco Meteorra nem nyír ki, mert azt hitte, hogy ez a megám, és így a Roarral el tudom pusztítani a Galvantulát. Ez az! A Galvantulát megöltem. Hál' Istennek! Így biztos, ez volt a legjobb roar, hát talán nem a legjobb. Lehet azért egy Aerodactyl jobb lett volna. Viszont ennek örülök, hogy nem tuti nem tudja felrakni a sticky webbet. És nekem még van két sweeper a csapatomba, és ne feledjük, még Nidoqueen-nél ott vannak azért a Toxic Spikes-ok, stb. Meg azért egy Sludge Wave... Csak pont erre lenne itt a Sludge Wave, gyerekek. Remélem, léci Bellidrám. Bellidrám, ez azért meg Roarra kattintottam.
Nincs több Berni drámos szarság Unburden boost-tal. Most már csak boost nélkül lit tudsz. Ez nagyon köszönöm, Szeptál, ezért van ezekre az idegesítő setupos szarokra, és a Suicune Gigadrain-nel elintézi. Mert ez is úgy van megcsinálva, hogy Szeptálnak van olyan speciális támadása, hogy egy fizikai védő Suicune, mert általában az szokott lenni, lazán elintéz. Viszont itt egy Aerodactyl, Aerodactylnak is nagyon gyenge a spec védelme, viszont gyorsabb, mint a Szeptál. És lehet, hogy tud egy aerial ace-t, ami vánsatol, de nem baj, mert a Nidoqueen-t nem akarom behozni büntetlenül, mert akkor tudja, hogy nyer, és a Firefang-el vánsatol, de ez nekem nem gond, mert mint látjátok, 438 a speedje maximumva, én egy protect-tel kapok egy kis speedet, ami ellenőr nem tud tenni. Pláne, hogyha lecseréli, akkor vége. És lecserélte, akkor vége van. Mert innentől kezdve mehetek a flinchre is, de bármi másra is. Tehát nem tud engem kinyírni. Nem vagyok ebben olyan biztos. A Draco Meteorra ki tudna nyírni, viszont nem vagyok biztos, ha most nem most ő szerintem azt hiszi, hogy protektelek. Ezért valószínű, hogy ő is, és egy agility-vel már gyorsabb lenne nálam. Amit én nagyon nem akarok. Ezért inkább egy crunchot használok, ami nem nyírja ki, és egy tényleg egy agility-t használt, és nagyon jó vagyok, csak most mit lépjek, mert most gyorsabb nálam. Viszont ő ezt lehet, hogy nem tudja. Lehet, hogy nem tudja, hogy gyorsabb, és ezért fog támadni. Hát, nehéz. Ez most nagyon nehéz kör. Ezen múlik. Ha most protektelek, de ő agilitizik, akkor ő nyert. Ha támadok, de ő is támad, akkor is ő nyert, mert meg fog ölni, mert gyorsabb nálam, mert nem max speedje van. Viszont bármi más esetben én nyerek. És én támadok. És misszel a Draco Meteor! Amit előbb én misszeltem, Ice Fang, az most visszajön egy Draco Meteor mészbe. Nagyon ott voltam, hogy protectet nyomjak, így viszont ez egy GG, mert amúgy át is alakíthatom megállvá, csak szeretem a kerekszámokat, tehát háromszor a speednél át is alakíthattam volna megállvá, látjátok, 1336 ponton van, ez már azért eléggé korrekt, bár 1500-nál van az igazi. De ahhoz nem csak egy jújú team kell, hanem ott cserélgetni kell több jújú team közt, hogy így fölmenjek, azt arra így sosincs időm. Na most ennyi lettem volna ezzel a két jújú team, mert remélem szeretnétek még ilyen csatákat látni, mert én leszek. Sokan írtátok, hogy showdownoznának velem is. Na ugye, a nevemet tudjátok, tehát SyndakvHQ. Tudjátok a nevemet, ha épp online vagyok, akkor keressetek meg, de az a baj, hogy mostanában nagyon keveset vagyok online showdown-on, ugye nem ezen szoktam függeni, de nem baj, addig is, a következő ilyen részig, illetve a Pokémon Liga döntőig, Syndaquil és az erő legyen veletek, sziasztok!